나냐? 아, 깨지랑 엠라가 Köszönöm, hogy vagy, hogy találkoztunk. Szeretlek. Nem várok tőled semmit. Nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad. Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjen felszíni önmagam, és a tolakodó lényegtelenen túl meglássam a bennem és bennem lakozó mindenséget. Azt, hogy a mindenség szívében egyek vagyunk. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim, uraim, gyerekek, kollégáim! Nagy tiszteletemre szolgál, hogy idén második alkalommal adhattunk a rendezvénynek, ott volt itt a Magyar Honvédség Kutatóan Keresei Rekreációs Központjából, tehát a Lárifári Alapítványnak ennek a napjának. Egy pár gondolatot, ha megengednek a tavalyi év, hogy hogy kezdődött a kapcsolatom Adriennel, illetve Kálmánnal, tehát hogy volt egy ilyen adott telefon, nagyjából mondták, hogy körülbelül mit szeretnének. Tehát mi összességében úgy gondoltuk, hogy egy jó cél mögé állnánk be, és tényleg tud segíteni szeretnénk ebből a környezetbe, ez az intézmény ennek a napnak a megrendezéséhez. Tehát tavaly volt egy ilyen próba rendezvény, itt örülök annak, hogy van egy jó pár olyan arc, akik itt voltak tavaly és találkoztunk. Többek között, akivel mi hajóztunk egy hajó mai nap, keresem az arcot, hát ott van. Hát mi tavaly is együtt voltunk, így van, tehát ennek örültem, hogy vannak olyanok, akik visszajöttek. Idén második alkalommal volt szerencsénk. Én nem voltam itt tavaly. Otthont adnám neked személy szerint örülök. Én szeretném megköszönni a munkatársaimnak, a kollégáimnak, a vitorlástársaimnak, a ferenceseknek, hogy segítettek ennek a mai napnak a vitorláztatás részében, mögénk álltak és tényleg eljöttetek. Tehát köszönöm szépen mindenkinek a saját állományomnak. Szeretném megköszönni azt a logisztikai biztosítást, amit ma mögénk tettek. A baj, amivel igazából a személyzet nem hozzánk tartozik, csak élvedik itt a társaságunkat, mert pedig köszönöm szépen azt, hogy a baj részt vettetek a mai napnak a biztosítás. Hozzám szolgálom! Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, külön a buli hajót. Szia, Júcs! Nem az első olyan alkalom, amikor a Lárifári Alapítvány meghívására itt lehetünk, mint támogatók és partnerek. Nagyon megérintő, amikor ilyen eseményekre eljövünk bármilyen témakörbe, amikor rádöbben az ember, hogy mennyi jóság, szeretet, türelem és tolerancia van a világban. Pláne egy olyan színházi embernek, mint nekem, már hát köztudott, hogy pláne premierek előtt, türelembe és toleranciába vegyünk magunkkal szembe, hogy a kollégáink nem vagyunk túlságosan elvesztve. Táncról annyit, hogy a tánc nem ismer határokat. Csókoltatom a Paradance képviselőit, üdvözlöm őket. Megérdemelnek egy nagy tapsot. Viszont az időjárás keretek közé tesz minket, attól félek, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen szabadtéri esemény, és erre ennek az apropója, mármint hogy idén, kívánom, hogy legyen szerencsétek az időjárás, mint ma. Ennek apropóján én sok szeretettel szeretnél meghívni titeket, illetve a Lárifári Alapítvány által képviselt szervezetek tagjait az Expedence előadásaira Rankoloszamba, mely 2011-ben épült, és egy valóban akadálymentesen nézőtérig oda található és működő színházterem. Sok szeretettel várok mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. További szép napot kívánok! Csókolom. Pörgőhal kategória második helyezettje a Szimbád Budai Gergőékkel. Nem tudom, hogy kell fókuszálni.
Inkább akkor sétálj közelebb vele. Nem látszik a gergő. A harmadik helyezett lett a Merci, Sebő Bogiék és Feketénné terhes Ágnesék elvileg a fedélzeten voltak. És akkor nézzük a pontonhal kategória, avagy bulihajó. Berec Júlia, Puskás Márk, Varga Balázs, Konecsni Gabriella, Szántó Gábor, Vasilko Angéla, Váradi Nikoletta, Arany Rudolf, Fodor János, Tóth Józsefné, Némedi Éva, Hantal Bernadett, Mészáros Lili, Légrádi Szilvia, Gálovics Roland, Tóth József, Tóth Tímea és anyukája, Bona Tibori, Aranyére. Még egy pár önkéntes. Nem tudom, hogy ki került az önkéntesek között, de mindenki jöjjön ide.